bepillantást engedtél abba, hogy hányféle szakmának kell itt összefogni, hányféle ismeretnek, hányféle tudománynak kell összefogni, hogy ezt megvalósuljon, és meggyőzően adtad elő. Sajnáltuk volna, ha ebből bármit is kihagysz, amit az elején felajánlottál. Nem. Ez így volt jó, így volt kerek. Néhol tömény volt, hát arra van a honlapunk, hogy otthon mindenki tüzetesen át tudja nézni, és amit esetleg kiugrott a figyelméből, azt otthon megnézze, de nagyon szerencsés volt, hogy nem hagytál ki, és nem is ugrottál át semmit. Mindenre kitértél, úgyhogy kiváló előadás volt, és szívből gratulálunk, hogyha az egész csapatnak, hogyha ezt ilyen rövid idő alatt sikerült összehozni, és ennyire mindenre kiterjedően, tehát a reaktorfizikától a hőfizikai át az anyagvizsgálatig is minden, amiket említette, hogy ezeket a szakmákat sikerült összefogni. Úgyhogy én csak mindjárt nevében gratulálunk ehhez a remek előadáshoz, pláne úgy, hogy a zenekar már játszott, és te úgy léptél fel a színpadra, pláne ezzel a különös megterheléssel. Úgyhogy ezek után, miután így beszorultunk, még van 5 percünk, hogyha van kérdése a kedves kollégáknak, akkor az előadónk áll rendelkezésre. Én csak egy egészen szimpla személyes kérdésem lenne, hogy ezekben a számításokban, ez a Nemes Imrét említette, az első blokknál a számításokat még együtt éjszakáztunk annak idején, a hangos főigazgatót mennyire tudtátok nélkülözni, mert miután ő már vezető, hát az ő fizikusi tudása is ismerte, mennyire tudtátok őt nélkülözni, vagy őt bekényszeríteni ebbe. Szerencsé van, olyan örököseket hagy magára köszönhetően annak a műhelynek, ami a reaktorfizikai osztály, akkor önt beleértve is, hogy mondjam, tovább jó, örökít, jó, szóval megy. A reaktorfizikai jövőnk az biztosítok ennek a műhelynek köszönhetően, ami előtt le a kalapba. Én ha újra kezdeném, én fizikusnak mennék, amit ott meg is mondom. Jó. Tessék, kérdés, Laci. Kérdez mindenkit röviden, nem akarunk visszaélni. Blokk, négy éves forum, százalékosan mennyire került többre, mint egy három ismeret, és mennyire ég ez ki? Igen, többre került. A százalékos értéket azt nem mennék mondani, nincs a fejemben olyan pontos szám, amit meg mennék osztani, illetve abban sem vagyok biztos, hogy mennyire bizalmas az az információ. Azt tudom mondani, hogy többbe kerül. A kiégését tekintve 415 napos kampány, tehát effektív napos kampányra számolták Imréjék a kiégést, de ott sem vagyok felkészült annyira, hogy százalékot, tehát pontos értéket mondjuk, viszont azt szeretném felajánlani, az én hibám esett a későben, hogy e-mailben én nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, ami felmerül, és hogyha ha lehetne, én ide feljön az e-mail címen, akkor ez érjen bárki. Köszönöm a választ. Laci, parancsolj. Lesznecki László vagyok. Olyan dolgok, amikről kiderült, de nincs sajnos időben, hogy abban a 4 méterből egy 3 centi az az enyém. De ezen néhány észrevételem van, úgyhogy itt a jobbítás célja. Gratulálok egyébként, nagyon tetszett az előadás. Laci, kérlek, hogy röviden, mert nagyon határon vagy. Elején volt ábra, ahol fölszólott az Ágnes, biztonságnövelő intézkedés, én oda betettem utána volna a VB-jét, tehát a végleges biztonsági jelentés is alapvető tégla volt a erőmű biztonságában. Akkor körbeszúrom, tehát akkor a 4 méterből mondjuk egy a VB módosításoknak a fejezet. Igen. A második az egy valószínűleg félreszólás volt, amikor azt mondtad, hogy a 4,5 × 10⁻⁴-en az azt jelenti, hogy 45 000, hát az nem 45 000, az csak 2300, mert a reciprokát kell
Benni, de ez csak apróságnak. A harmadik mondta sokkal súlyosabb, itt beszéltél arról, hogy ez utánpótlás. Csak azt akarom már, ahol vagyok, mindenit elmondom, és most is csak azt tudom mondani, én 77 éves vagyok, tehát 3,5-szeresebb, mint az ifjúság, aki most a nyomdokunkba lép, és 17. éve vagyok nyugdíjas, és 17 éve már mint nyugdíjas dolgoztam, ezen utoljára az idén májusban jelent meg egy jelentésem, amely valahol ott van fel. Azt akarom mondani, hogy csak hogy időnként van utódom a KFK-ba, de aztán kiderül róla, hogy mégse utód és elmegy. Úgyhogy pillanatilag most is az a helyzet, hogy nincs utódom. Ennyit a utódlásról. A biztonsági elemzéseknél pedig, hát én is hazabeszélek, de is hazabeszéltél, mert elsősorban a mechanikai, a szilárdsági dolgokról beszéltél. Én a termohidraulikai szilárdság, illetve hát, biztonsági elemzésekben vettem részt, és azt akarom megkérdezni, hogy vannak ugye kritériumok a reaktor hűtésnek a biztonságára nézve, és ami szintén egy alapvető dolog, nem csak a tartás alap, annak a biztonsága, de magának a üzemanyagoknak a védelme tulajdonképpen a termohidraulikai kritériumok, hogy erről van-e olyan információ, hogy ezek is esetleg egy picit változtak-e, mert erre sem nem sikerült nekem információt kapni. Ez a jó, köszönjük, kell egy gondolatot. Igen. Ja, van még? Ami ezzel kapcsolatban folyamatban van, egy fratankód, nem tudom, hogy mond-e valamit ennek a kifejezése, egy E110G burkolatnak a felfogyatkozás kísérletei végezte el a NTLK. És ennek a fratankódnak a validálása most folyamatban, és a pálcaburkolat sérüléseknek a meghatározása a korrigált fratankód, tehát a kísérleti eredményekkel korrigált fratankód felhasználásával, ez meg fog történni. Tehát az, ami a műszaki terv kötetben szerepel, hogy 100%-os pálcaburkolat sérülés van a meghatározó üzemazza, ahol ez a melgági nagycsőtörés jelenti ezt következtében, annak az újraértékelése most megtörténik. Tehát, hogyha ha ilyen jellegű, ha tudtam ezzel valamit segíteni a válaszban. Jó. Hát én egy kicsit köszönöm. A tanárosságban gondoltam, mert ugye van egy 1200 fokos kritérium, van egy 7% oxidációs kritérium, van 1,35-ös DNVR kritérium. Ilyen, tehát, bocsánat, ilyen mélységű nem ment el az előadás. A kritérium vonatkozásában nincs változás. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen, még egy hozzászólás. Nem régen volt ír a tévében, hogy nukleáris biztonság ez egy rendkívül érdekes dolog, meg csodálkoztam, hogy eddig nem volt ilyen, de hogy ezután lesz, ez egy nagyon érdekes és nagyon fölemelő a számunkra. Tudjuk már, hogy ez esetleg milyen területre fog kiterjedni, vagy ez még csak egy tárgyalási előzetes? Igen. Jó. Elnézést ezért, de gratulálok, nagyon kitűnő előadás volt, és nagyon hasznos volt. Én csak azt tudom mondani mindjárt nevében, hogy nagyon köszönjük ezt a frappáns és mindenre kiterjedő részletes és áttekinthető előadásodat, és köszönjük mindjárt nevében. Sok sikert kívánunk, mert látszik, hogy ez teljes embert igényel a 24 óra, meg még az éjszaka. Igen. Úgyhogy köszönjük még egyszer az előadást.